És akkor az eredmények. Az IS International Rally Sprint Gála 2011-es versenyén az 1-es kategóriában a leggyorsabb Lackó Csongor és Miklós Máté voltak Suzuki Swift-tel. Az 1-es kategóriában a második helyen Dóci Szilárd és Kónya Zoltán végeztek Trabant 601-essel. És az 1-es kategória harmadik helyén Kéri Gergő és Hut Adrián végeztek Trabant 601-essel. Ez tehát az 1-es kategória végeredménye. Lackó Csongor, Miklós Máté, Dóci Szilárd, Kónya Zoltán, erősödik a taps, Kéri Gergőn és Hut Adrián. Gratulálok! Zsolt és Ratting Tamás szeretik meg Suzuki Swift-en! A 2-es kategória második helyén ifjabb és idősebb Lakatos Tibor végeztek Skoda 120-es rallival. A 2-es kategória harmadik helyén Zákányi János és Barickszky Viktória végeztek Skoda 125-tel. A 2-es kategória végeredménye Szabó Zsolt és Ratting Tamás, Lakatos Tibor és Lakatos Tibor, Zákányi János és Barickszky Viktória. Gábor szerezték meg Ada 21-07-tel. A második helyen Tigelman József és Tigelman Józsefné végeztek Rada 21-05-ös. A harmadik helyen pedig Lakatos Tamás és Berta Gábor végeztek Lada Novával. Eredménye Geiger Máté, Király Gábor, Tigelman József és József Lé, valamint Lakatos Tamás és Berta Gábor. Gratulálunk! A 4-es kategóriában a második helyen Péter Ádám és Farkas Péter végeztek Büzsukint az ötösszel. És a harmadik helyen Erb Roland és Csobot Tamás végeztek Volkswagen Golf-al. Gratulálok! Ez tehát a 4-es kategória végeredménye Korbacz Jenő, Justinger Lajos, Péter Ádám, Farkas Péter, Erb Roland és Csobot Tamás. A második helyen Sági László és Sági Zoltán végeztek Mitsubishi Lancer Evo 9-el. És a harmadik helyen Szaklajda József és Heisinger Péter végeztek BMW E36-ossal.
Apa a király! Ez tehát az ötös kategória végeredménye. Györkő József, Kolereszki Ramona, Sági László, Sági Zoltán, Szakrajda József és Hatzinger Péter. A Lada Kupa második helyén Zákányi János és Manicki Viktória végeztek, Lada 21-05-tel. És a Lada Kupa harmadik helyén a Tigelman család József és Józsefné zárta Lada 21-05-tel. Laci! Ez tehát a Lada Kupa végeredménye, Korbacz Jenő és Justinger Lajos, Zákányi János és Maricki Viktória, valamint Tigelma József és Tigelma Józsefné. Gratulálok! Annyira nyertek, hogy a többieknek nem is adunk díjat. Tehát a licences kategória győztes, a Ranga László és Hideg László. Az abszolút második helyen Sági László és Sági Zoltán végeztek Mitsubishi Lancer Evo 9-essel. És az abszolút értékelés harmadik helyén Korbacz Jenő és Justinger Lajos végzett Lada VFTS-sel. Ilyen szinten és Rally Sprint Gála 2011 és az abszolút legjobbak Györkő József és Polerecki Ramona, Sági László és Sági Zoltán, valamint Korbacz Jenő és Justinger Lajos.